Többek között a BTR-80 típusú harcjárművel is megismerkedhettek azok a fiatalok, akik a Magyar Honvédség nyári táborába érkeztek. Minden évben nagyon népszerű a program nem csak a fiúk, de a lányok körében is. Baglyos Péter hadnagy elmondása szerint a legtöbb fiatal komoly és konkrét célokkal érkezik a táborba. A hétfőn napon elindult a Székesfehérvári Honvédelmi Tábor második turnusa, 29 fővel kezdtük el ezt a tábort. A tábor célja alapvetően az, hogy megismertessük a fiatalkorúakkal a Magyar Honvédséget, megismerjék a katonáknak és a honvédségnek a mindennapjait, betekintést nyerhessenek ebbe a zárt közösségbe. A harcjárművek mellett személyi és technikai játszázást is tanulhattak a táborozók, de a csapda és a menedék készítés is népszerű feladat volt. Nekem a múzeum látogatás tetszett nagyon, mert régi fegyvereket lehetett látni, ami már rendesen használva volt. Eddig a legjobb program az az volt, amikor volt egy verseny, és be kellett menni ruhástól a Balatonba, és utána abba a vizes ruhába futni vissza, és ez nagy élmény volt, mert ezt az ember nem mindenhol próbálhatja ki. A tábor egészen jövő hét szerdáig várja a honvédség iránt érdeklődő fiatalokat.